Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Jánosos Let's Play sorozatot itt a Warhammer 3-ban. Ugye azt ígértem, hogy Eternummal támadunk, és pontosan ez fog történni. Szíjjel kapjuk Theodoric Gossert, és bosszút állunk azért a dúdért, akit megölt. El akarok egy csábítani egységét, az a baj, hogy pénzbe kerül, de közel meg amúgy igen. Szeretném elcsábítani. Akár kettőt is el tudnék. Csak hogy érezze, hogy milyen érzést, tehát értitek. Két sima Spearman, ami azért lenne jó, mert nekem elég sok szörny van a seregemben. Tehát ha azzal nem kéne megküzdenem, az ilyen tök szuper lenne. Úgyhogy én átveszek két Spearman, 2000 forintba kerül. Hát vagy nem. Lehet fölösleges amúgy. Ezek ilyen nagyon gyenge egységek. Jó, oké, nem leszek greedy. Legyen, csak öljük meg, aztán menjünk dolgunkra. Strider és Speed, ez mindenképpen akkor egy lassú egységnek érdemes szerintem adni. Mondjuk ennek a Beast of Nurgle-nek, akinek így már 40-es a sebesség, nem adódott még hozzá. Szóval 40-es sebesség helyett lesz neki 48-as sebessége. Reméltem, hogy azután nem a éjfekete éjszakában kell harcolni, mert az igen rossz volt. Álljunk fel, rendesen, mit tudom én. Hogy ezek mindre, tehát mindenki, várjátok, mindenkinek megvan a... mindenkinek megvan a Vanguard képesség. Ez nem is tudom miből jön, talán a Plague-ből származik ez a dolog, mert ez amúgy elég király cucc. Annyi, hogy te gyere előrébb, meg ti jó helyen vagytok ott. Vagyis tudod mit, te gyere oda, mind a három részére a seregnek egy-egy. Kicsit előrébb, és akkor itt vannak az ijászok. Két pink horror és egy blue horror. Valahogy így. Ez az elképzelés, ez az álom. Itt jobb, bal szélen vannak a Chaos Warhound-ok, kettő is. Jobb szélen van egy. Oké, akkor legyen az, hogy te hátra jössz. És a helyedre berakunk ide egy rendes Chaos Warhound-ot, hogy ezen nem újjon. Már csak azért is, mert ez egy viszonylag szinten magasabb. Szóval jó lenne, hogy ő nem halna meg. És akkor szerintem támadhatunk is. Annyi, hogy itt kicsit ki kell jönni, illetve így is. És rögtön egy varázslatot be fogok adni, amint összegyűlik elég mágia. Ki kell majd itt kerülni az egységeket. Ezek a Greatsword Infantry. Jött a városnak is a védem, vagy miért vagyunk? Mi az, hogy Hexus vagy kicsoda? De egy jobb szárnyon megpróbálom, meg a bal szárnyon is elkapni a távolságiakat, pisztolyosokat, meg stb-ket, úgyhogy kikerülöm a hellbirdöket, az alabárdosokat. Ott például van egy Free Company Militia, azokat el tudom kapni. Itt pedig az ijászokat, crossbowmeneket, tehát számszerű ijászokat. És akkor te, neked rögtön van Good Against Large Combatant, akkor nem ezzel megyünk, hanem a Tear-shaped attack-kel, ami pedig menjen ide, ezekre a távolságiakra. Az egy szép támadás volt. Mindenhol viszonylag jól állunk. Jó, itt meg aztán főleg, itt indokolatlanul vagytok egyébként ilyen sokan. Kezdjetek el behatolni a belső részbe, miközben a Warhound-okat ráküldöm itt az ijászokra, még hogyha ott szembe is jön egy-két Spearman. Szerintem az annyira nem probléma. A másik Warhound-ok viszont feladják. A harmadikak meg csatában vannak, olyan helyen, ahol nem kéne. Mert abból is csak baj lesz. Jó, itt sikerült nagyrészt egy helyre vinni az egy embereket. Azzal csak az a probléma, az ellenségek egy helyen vannak. Viszont ott viszonylag jól tartják magukat. Adjuk meg azoknak a Spearmaneknek az indokot, hogy ne térjenek vissza. Jó, hát igazából ez nem volt annyira bonyolult csata szerintem. Bár még korán sincs vége, de azért igazából már vége van. A Beast of Nurgle-ök egy rakáson vannak. De hát annyira brutálisak, hogy hihetetlen. Tehát, hogyha egy helyen vannak, akkor is... akkor ott pusztítják az mindenkit is.
Ez egy jó csata volt. Amúgy érdekes, az álmok alapján egyébként nem a Beast of Nurgle-ök az igazán MVP-k, hanem például ezek a, mondjuk a Bloodletter-ök, vagy azok, akik így elsősorban vannak, de közben meg én a Beast-eken érzem azt, hogy ők nagyon állatok. Mivel Teodric visszavonulóban volt, ezért neki így vége, és az Undivided Glory-hoz kérek egy kis extrát. Na most itt van még Rickard, viszont Rickard nagyon kellemetlen helyzetben van. Őt nem fogom tudni most levadászni ebben a körben, úgyhogy csak visszatérek az Altar of the Crimson Harvest-hez, hogy szépen töltődjünk vissza. Még amúgy ezeket akár össze is lehetne, ezt a kettőt össze kéne vonni. Hát akkor vonjuk össze ezeket is. Sajnos a szintet elveszítette. De így legalább tudok lehozni új egységeket, és így, ugye itt van nekem ez a Plague, a Grey Fever. Nem is a Grey Fever miatt. Emiatt. A bloodletting miatt van az, hogy egy kör alatt le tudok hozni globálból egységeket, ami elég jó cucc. Szóval, mondjuk drága, tehát ugyanúgy drága, viszont azért az nem mindegy, hogy azonnal le tudok hozni ilyen nagyon erős katonákat. Még mindig nincs elég pink horrorom, úgy érzem, úgyhogy legyen egy pink horror, akit hozzunk. Legyen egy Chaos Fúria, és mondjuk... Gyors egységében még mindig kicsit kevés vagyunk. Egy Plague Toad, ami nem kifejezetten gyors, de azért jó, hogyha van, és most éppen nem látok egyet sem ebben a seregben, úgyhogy legyen a Plague Toad még egy, amit lehozok. Ez egyik. Ide kéne nekem újabb egységek. Hát igen, pénzem az már nem sok van. Úgyhogy menjünk a legolcsóbbakkal, azok közül is, hát amúgy nem tudunk kettőt lehozni, semmiképpen olyan kevés pénzem van. Akkor legyen egy darab, de az ilyen bífesebb, például ez a Marauder. Ez lejön oda. A Doomkeyben, miközben János ugye próbálok... Igen, próbálom itt előcsalni innen a Skaveneket, hát ha sikerül. Van egy újfajta fegyver, Staff of Reaping, Main Hand, Armor Piercing... Gyakorlatilag ez 5 leadership, minusz 35 weapon strength. Meg egy kis Winds of Magic Power Reserve, azt nem is mondta a játék. De... Nem tetszik. A kard jobban tetszik, az a helyzet. És akkor Eternum megkapja a kis pontjait. Inspiring Presence, legyen Root Marcher, hiszen lehet, hogy le kell majd vadásznom itt a Ricardot, akinek amúgy sok választása nincs, hogy merre menjem. És ezzel meg is vagyunk. Grotzud nem ment sehova, a János lebukott. Szóval itt van Grotzud, az arczúzó, és ő nem megy sehova, ő itt eszi az attrition-t. Megkapta a pléget is magára, hál' Istennek. Nem tudom letámadni, mert hogy nyilván ezzel nagyon kevés lennék. Viszont ő meg nem is rédel, szóval csak állott. Fenyegetően. Rálok itt a Black Gulch-ra most már, mert... Jobb ötletem nincs. Nyilván még nem látom, hogy mi van ott, de... Ó, ne, csak nem szkévenek. What? Micsoda meglepetés. És most lejátszanám ezt a csatát, akkor azt igen csúnyán elveszít. Nem elveszítem, nyerném, csak rengeteg egységem meghalna. Úgyhogy csak vegyük őket körbe, és reménykedek benne, hogy ő maga fog kitámadni. Amit történik, attól Gausser megpróbál menekülni. Szerintem nem tudom utolérni. Most. Úgyhogy ott amúgy is gyenge. Tehát most ő mit tud csinálni magában? Ezekkel az egységekkel most már úgy fel vannak készítve itt a területeim, hogy esélytelen, hogy bármi galibát is okozzon. Úgyhogy inkább Eternummal elindulok, és megpróbálom megverni ezeket, vagy elkapni azokat az orkokat. Talán az egy működőképes taktika lehet. Az oltár most már itt elkezdett visszatöltődni. Hát van valamennyi védelme, maradjunk annyiban. Nem sokára meg lesz ez a fejlesztés, az ad újabb védelmeket. Szóval az úgy jó lesz. Te pedig vársz, viszont most már nem kapsz új egységet. Mert kb. Nincs rá pénzem. Ez az egyetlen indok. A Face Smasher úgy döntött, hogy ő most már ott él. Ez az otthona. És nem sokára megnyílnak a riftek. Hát igen, igen. Ez igaz. Na most ha ezzel eljövök ide... Akkor lehet, hogy lehet, hogy észrevesz, és akkor elmenekül. Én nekem meg szükségem lenne egy győzelemre. Úgyhogy... De amúgy meg innen is lát. Szóval tudjátok, mint menjünk hozzá. Jó közel, hogy érezze a törődést.
Hogyha itt lenne csata, akkor egyébként az van, hogy nem... Nem védene be minket ez. Most mi is van itt? Attribute Vanguard, a Vanguard Deployment, igen, az a Plague. Jó. Akkor, ha támad, akkor megküzdünk vele. Igazából ennyi. Valahogy. Annyi esetleg őt ki tudom hozni ide. És hogyha ő itt áll, akkor ő mindenkinek be tud segíteni. Tehát neki is be tud segíteni, de a várvédelmébe is be tud segíteni, ha nagyon kell. János közben elkezdte az ostromot, ami... Nostradamus, tehát itt van akkor ez a nagy sereg. Szépen elkezdett le morzsolódni. Itt van egy másik serege. Murta Stab. Itt van Bertie, aki egy új sereg. Ó, Istenem, hogy nem bírtok békében hagyni. És sajnos a következő körben viszont el fogunk veszíteni pénzt. Úgyhogy esetleg megpróbálhatok valami olyan egyességet kötni, amiből bármi pénzem bejön. Például Grayling-el egy Defensive Alliance, viszont cserébe kérek pénzt. Nem ad túl sokat. 300-at talán adna. Igen, az még sajnos nem lesz elég. Azt hiszem ahhoz, hogy egy kört még kiszenvedjünk. Valamiért lement a pénzem, de jelentősen. Az előbb nem mínusz 700 volt. Na mindegy. Valami más quick deal, amivel esetleg még lehetne valamit kezdeni. Peace Treaty. A Mengem úgy hajlandó lenne, vagy hajlamos lenne Peace Treaty, tehát békét kötni. De nem érzem. Nem érzem, hogy nekem erre lenne szükségem. Inkább akkor az van, hogy lehet, hogy intézni kéne a támadást ellene. Most ha én itt megtámadnám, így, hogy picit lemorzsolódtak, így mit mondasz? Így azt mondja, hogy most már csak a káosz fúriákat veszíteném el. És... Hol kéne ezt megvívni? Egy borzasztó helyen. Jó, menjünk az autorizolval. Káosz fúriáktól elbúcsúzunk most. És ezzel még nagyon-nagyon mindenkinek lecsökkent az élete, de mindenki rendben maradt, és most az volt a lényeg, hogy pénzt szerezzünk. És ezt pedig a Forbidden Citadel, az a főváros, ami nem az enyém. Ez viszont a Black Gulch, és akkor úgy van, hogy Kornak, ha ezt adom, akkor a Forbidden Citadel lesz Slanesé, legyen fordítva, adjuk ezt Slanesnek. Oké. Okay. És még nem halt meg maga a frakció, hiszen itt van Murta Stubbnak az ereje, vagy a serege. Az egy minimális sereg, de ő most támadni fog, és utána fog megsemmisülni ez a frakció. Oké, okay. Black Gulch-ban pedig tudnánk építeni. Valami gazdasági épület kéne, mert nem fogjuk bírni ezt pénzzel. Ez egy viszonylag védett helyen van, a Black Gulch, úgyhogy... Ide mindenképpen jöhet egy olyan, ami nem muszáj arra menni, hogy erősítsük a védelmet. Úgyhogy jöhet egy százas income. Mondjuk ide. A Tower of Krakmar más kérdés. Mert oda igencsak szükség van erre a lookoutra. És még mindig maradt elég pénzem, hogy két körig kb. Kibírjam az elkövetkezendő dolgokat. Ide esetleg? Hát ide is kéne egy ilyen pénzes dolog, de arra már nincs. Most nem futja, majd a következőben talán. Blood Brothers fenntartás mínusz 25% a Korn seregeknek, és olcsóbb a képzésük is 10 körön át, azt mondjuk, az most nagyon jól jött. Na akkor is kezdem kiépíteni itt a gazdasági épületeket. Például ide, mondjuk a Longship Graveyardon még nincsen második védekező dolog. Ó, azt kell építeni, igaz, ide. Ja, arra meg nincs pénzem most. Na, ide ment a Grootshod. Ott nem tudom, el tudjuk-e kapni Eternummal. Úgy látom, hogy még nem. De mindenképpen a nyomába eredek. Ez a sereg pedig visszatér ide. És akkor a Jánossal, mondjuk ha Jánossal lejönnék itt, akkor meg tudnám ölni Murta Stubbot, és aztán utána Helmutot is. És ebből jöhetne be minimális bevétel. Kicsit veszélyes, mert ugye... Kb. A fél életén van a sereg. De közben meg tetszene. Jó, le kell menni, tehát nagyon más választás nincs. Azt hiszem, hogy most nem tud elmozdulni. Igen, ő nem tud elmozdulni. Ez nem egy izgalmas csata, úgyhogy ezt... Illetve tiltok, mit nem autorizolvalom. Mert... Ha autorizolvalom, akkor mindenki veszít egy
NPC életet. Így viszont szerintem meg tudjuk anélkül csinálni, hogy bárki meghalljon. Plusz, el tudom kezdeni visszatölteni ezt a Beast of Nurgle-t. Mert szerintem amúgy nem töltődik vissza, hogyha nincsen leszimulálva a csata. Vagy hát a fene se tudja. Vagy hogyha le van szimulálva a csata. Hát nyilván itt a... de szép helyen vagyunk. Nyilván itt a feladat az az lesz, hogy előre menni a távolsági egységekkel és lőni őket, mintha nem lenne holnap. És közben pedig a Beast of Nurgle meg töltődjön vissza. Tehát elő is hozom itt a távolsági egységeket. Vajon ők jönnek? Vagy nem akarnak meghalni? De ők alapvetően meg akarnak halni. Van nekik egy warlordjuk és egy chieftainük. Szerintem egyik sem tud támadni. Távolról lehet tudnak támadni. Varázsolgatásra meg nem vagyok biztos. Hát ezek kicsodák. Ja, ezek is jöttek. Nem, ti nem kellettek feltétlenül. Ide jön az egyik, ide a másik. Pink Horror. És aki esetleg meg tudja őket védeni, hogyha minden kötél szakad, azok ezek az egységek. Ezek a gyors egységek. Seekerek, Chaos Warhoundok, Plague Toadok. És előre viszem a főnököt Jánost is, mert ő pedig tud a spelljével egy-két ügyességet beadni. Még mindig közelednek. A kis Skavenök. Ugye egyetlen egy zászlóaj és két lord, vagy egy lord, egy hős igazából. Az a baj, hogy nem lesz sok időnk visszavonultatni őket, a leadershipet nagyon gyorsan le kéne csökkenteni. Jánosnak viszonylag jól van az élete. Szóval ő lesz az, akit szerintem be fog küldeni csatázni. Na gyertek közelebb, gyertek. Itt vagy még te, ugye folyamatosan töltődsz, Beast of Nurgle folyamatosan töltődik vissza. És szerintem a csata végére konkrétan teljes életes lesz, meg tele lesz a HP csíkja, ami egy egészen elképesztően jó cucc. Ezt a Stream of Corruption-t ezt akkor tudja csak beadni, amikor már elég közel értek, szóval azzal még nem érdemes számolni. Na készüljetek Blue Horrorok és Pink Horrorok. Mert mindjárt eljön a ti pillanatotok. A Pink Horrorok pont egy domb mögött állnak. De csak át tudják dobni a dolgokat a dombon. Kicsit egyébként így kéne állni neked még előrébb. És jöhet a varázslat. Mondjuk így. És ebből így mindenki kapott egy egészségeset. Fire at will, dudes. Fire at will. Igen, ezek valószínűleg hamar megmondják magukat a klánpatkányok. Viszont be kell mennem harcolni is. Mellé specialista ez pedig Warlord, tehát igen, nincsen olyan, aki nagyon jó lenne a távolságiakban. Vagy akár varázsolni tud ilyen sokat. Előrehozom a Beast of Nurgle-t. Konkrétan ez ellen. Jó, az egyik hős kezdi, igen, Murta Stubble kezd visszavonulni, vagy még nem, de már majdnem. Na gyerünk, Beast of Nurgle, menni fog. Az nagyon fontos, hogy ne veszítsünk most egységet. Egyáltalán. Ti miért nem lőttök ide egyébként? Vagy nem fontos? Itt kicsit aggódok, hogy a Blue Horrorokat véletlenül ilyen Friendly Fire éri. De most sajnos a Beast of Nurgle kapott egy-két jó kis sebzést. Most kicsit vissza is hívom. Gyere vissza, úgy. Mert hogy innen már elintézik a távolságiak ezt a dolgot, és a körül elkezdett visszatöltődni. Jó, szerintem mindenki feladta, ami azt jelenti, hogy ennek a csatának vége. Igaz? Igaz játék? Nem mer, hogy jön megint az... Jönnek megint vissza a patkányok. Na most van vége. Nem vesztettünk egységet, szóval, ja, bejött. Bejött, amit szerettem volna. Kornak kérünk egy kis glory-t. Ez nem tudom mennyi pénz, hát igen, 117 forint, szóval ezzel nem kerülünk ki a veszélyzónából. És ő vissza tudottam úgy vonulni? Mutas stab. Elmelekül nem tud, de visszavonulni tud. Hát ez nekem furinak hangzik őszintén szólva. Na mindegy, induljunk Helmut irányába.
Az Out of the Crimson Harvest, oda mindenképpen védő épületeket kell majd felhúzni. Most ez a sereg egyébként igazából sok mindent nem csinál. Recruitment costot mondjuk beadhattam volna hozzá, mielőtt elkezdtem egységeket lehívni. Kozisztára... Vanguard deployment. Most amúgy ti Vanguardon vagytok, nem? Te Vanguardon vagy, te nem vagy Vanguardon, ezt azon tudom. De te is azon vagy. Akkor csak nem használtam ki. Mondjuk az rám vallana. Kaptam egy offhead Doom Shieldet. Elég sok sebzést elszenved ez a csórikám, úgyhogy lehet, hogy ez nem ártana. Van egy új torzó, ez a Light Armor. Ami érdekes módon az armor ratinget csökkenti, leadershipen növel, és a left arm, ami ugye az Armaments of War-nak a része jelenleg, de most megkaphatnám a Senseless Prince, igen. Ez még jobban csökkenti az armor, de a weapon strength-hez meg hozzáad. Én most úgy gondolom, hogy nem vagyunk elég tankik, úgyhogy most maradjunk ennél a felállásnál. Viszont skill-t azt mindenképpen kapsz egyet. Hogy melyiket? Kiderül a következő részből. Na jó, nem. Elmondom. Azt fogja kapni, hogy... fenntartás csak... Várj, milyen egységeid vannak? Van két korn. Nagyon sok zincs. Nagyon sok zincs egységed van. Akkor inkább zincsnek a fenntartását kéne csak, vagy a zincshez tartozó fenntartását kéne csökkenteni. De később meg lehet, hogy nem pont a zincs lesz a lényeg. Nem azon lesz a hangsúly, na mindegy. Hát a Clanmench utolsó pillanatait láthatjátok most. Szerintem ez magától értetődő. 739 forint legalább járt érte, szóval ennyiért megérte. És akkor 7 darab zincs glory. Igazából az, ami emellé még járt. Ami nem túl sok, de így vége is van a Mench klánnak, ha minden igaz, és nem fordult el, jó, nem fordult el a cucc. Én Szergóvot egyébként most nagyon szívesen leüldözném, jobb ötlet híján. Esetleg, hogyha ide beállok, közel nem nagyon tudok menni, de talán, hogyha ide beállok ambushba, akkor az működhet. Most egyébként, hogyha meg tudnám nyerni ezt a csatát, nem. Most kellett volna csatázni, nem a következő körben. Most kéne csatázni, és akkor ez feljebb ment volna egyel, de így viszont pont, hogy visszafogást is sajnos. Ami azt hiszem probléma, így a kincstárra nézve. Itt Eternummal megint csak be kell állni kicsit ambushba, mert úgy látszik, hogy ezt egyszerűen nem bírom utolérni ezt a Groutsholdot, de hogyha talán azt hisz, hogy feladtam az üldözést, akkor elenged engem. Itt azon gondolkozom, hogy van ez a Grolcik nevű nagy sereg, tehát azt nem tudjuk legyőzni itt a vele. Bloodfeasterrel, tehát az esélytelen. Viszont így, hogy ő már nem olyan helyen van, amit nagyon védeni kell, esetleg elhoztam a Tower of Krakba, mert az meg egy olyan hely, amit nagyon védeni kéne. Hű, de sok mindent lehetne fejleszteni, te jó ég, csak pénz nincsen hozzá. Jaj, hát itt is. Ez fantasztikus. Ez a két területen van. Ha a Blackguard-sot javítom, az mondjuk ugyanaz, mint hogyha ezt építem, hiszen ez 100-ról felvinni 200-ra a bevételt, ez a típusú épület, de még extrában kapok védelmet az adott városhoz. Csak hogy mondjuk a Blackguard-nak pont nem kell védelem már extrában, az is igaz. Mit ad még? Egy ilyen Defense Supply Growth, Slanesh Corruption, Two Construction Slot. Jó, végül is felépíthetjük. Annyi, hogy ez viszont olcsóbb. Fel annyiba kerül. Ki van ezt találva? Ez Control, ez abszolút nem kell. Ultra of Crimson Harvest. Végül is oda ugye kéne nekem egy ilyen lookout. Jó, építsünk egy lookoutot, meg egy Great Nestet. És akkor ezekkel fogjuk tudni védeni ezt a helyet. Oké, sikerült elkapni Black Venomot, ahogy az Underway-t próbálta használni, és ez egy izgalmas csatának tűnik. Viszont csak a következő epizódban fog rá sor kerülni. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!